olyan jó volna már, ha jézusi szeretettel tudnánk egymás felé fordulni. Tiszavasváriban a kommunizmus egyik, még ma is élő áldozata, a 8 hónapot halásoron, majd 13 évet börtönben töltő Wittner Mária tartott előadást a helyi középiskola diákjainak. Visszaemlékezésében hangsúlyozta, a forradalomról beszélni kell a fiataloknak, hogy a történelem ne ismételhesse meg magát. Én azóta is egyfolytában emlékezem, mert muszáj emlékezni az egész életemmel. Vagy azért, mert 20. rangú állampolgár voltam, vagy azért, mert nem mondom azt, hogy valahol elő vagyok, de a rendszer, az úgynevezett rendszerváltás óta, ami azért nem egészen úgy történt, ahogy kellett volna történni, akkor már csak egy dolgom volt, hogy mindazok, akik nem lehetnek köztünk, mert csak a koponyájuk vádolnak, de beszélni nem tudnak, tehát a nevükben igenis, hogy beszélnünk kell. Át kell adni az ő igazságukat, le kell mosni róluk a gyalázatot, amit rákentek, mert ezeket az embereket becsülettel harcoltak a hazájukért, és ugyanabban a becsületben temették el őket, csak halálba gyalázták meg, mert kétszer ölték meg. Egyszer fizikailag ölték meg, egyszer pedig anonimmá tették őket. Szabó Zoltán, a tiszavasvári középiskola igazgatója elmondta, Wittner Mária visszaemlékezése az 1945 utáni magyar történelem egyik legsötétebb időszakát segít megértetni a diákokkal. Én úgy gondolom, hogy a mai gyerekek keveset tudnak erről az időszakról. Talán a tanmenetek, tantervek sem foglalkoznak elősúlyjal, legalábbis én úgy érzem. Ugye ez a tananyag van a Magyarország 45 utáni történelme a tanulmányok végén, és úgy gondolom talán, hogy egy ilyen műsorral, egy ilyen megemlékező műsorral talán meg tudjuk neki adni azt a hangsúlyt, amiután talán a történelmi órák is, amikor ez a korszak kerül terítékre, talán egy kicsit gördülékenyebben és mélyebben fogja a tanulókat is megérinteni. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját 2001 óta rendezik meg, emlékezve az egypártrendszer 100 millió halálos áldozatára.